Az Európai Parlament Környezetvédelmi Tanácsa a génkezelt növények termesztése ellen szavazott a múlt heti ülésén. Ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unióban betiltják a termesztést, egyszerűen lehetőséget adnak a tagországoknak, hogy saját döntésük alapján élhessenek a tiltással. A tagországok mezőgazdasági minisztereinek múlthavi találkozóján egyébként nem sikerült döntésre jutni három génkezelt növény unión belüli felhasználásáról. Köztudott, hogy ebben a kérdésben a különböző országok véleménye súlyosan megosztott. Lévén, hogy nincsenek tudományos kimutatások a génkezelt termékek emberre és környezetre gyakorolt hatásáról. Tény az, hogy a környezetvédelmi szervezetek vehemensen tiltakoznak a génkezelt élőlények termesztése, tenyésztése és forgalmazása ellen. Nézzük meg a továbbiakban, hogy mit jelent a génmódosítás, milyen növények és állatok esetében alkalmazták eddig ezt a beavatkozást, és hogyan kerülnek élelmiszereinkbe a génmódosított termékek. Dr. Bódis György allergológus főorvost várom ide a stúdióba. Maradjanak velem! Génkezelt élőlények azok, amelyeknek génállományát mesterségesen hozták létre. Angol elnevezésükből röviden GMO-ként is emlegetik a molekuláris genetikai eszközökkel létrehozott új egyedeket. Amikor más fajból származó géneket ültetnek be valamely élőlény génállományába, transgenikus élőlényekről beszélünk. Lényegében olyan egyedekről, amelyek a természetben gyakorlatilag nem jöhetnek létre. A baktériumok voltak az első szervezetek, amelyeknek genetikai kódját módosították, és ezeket gyógyászati célokra használták. A biológiai fegyverek létrehozására szintén GMO-kat használtak, aztán a növényeken is kipróbálták a módszert. Az elképzelt cél a gyomirtóknak, kártevőknek, vírusoknak ellenálló, a szélsőséges környezeti körülményeket jól tűrő, magasabb hozamú és hosszabb eltarthatósági idővel bíró, így az ipar számára kedvező tulajdonságokkal felruházott növényfajták létrehozása. A mezőgazdaság mellett az állattenyésztésben is teret nyert a génmanipuláció. Az első generációs mezőgazdaságba, illetve állattenyésztésbe bevezetett génmódosított élőlények közvetlenül a termelőnek kedveznek. A második generációs transgenikus fajták előnyös táplálkozás élettani tulajdonságaiknál fogva közvetlenül a fogyasztónak kedvezőek. Nagyobb piaci áruk egyértelműen több jövedelemhez juttatja termelőiket. Románia 1998 és 2007 között génkezelt szója termesztő vidék volt. 2007-től az Európai Uniós csatlakozás óta országunkban mindössze egy génmódosított kukoricafaj termesztése engedélyezett. Dr. Bódis György allergológus főorvos a vendégem. Jó napot kívánok, doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm. Amint látja, itt mi nagyon szépen megterítettük az asztalt, mert beszélgetni fogunk a későbbiekben arról, hogy milyen stílusban, milyen díszítőelemekkel tehetjük hangulatossá az idén az ünnepi asztalt és a környezetünket. Azt is szeretnénk egyben, hogy egészséges élelmiszerek kerüljenek majd az asztalunkra, és ebben nagy kérdés az, hogy minek tekintjük a génkezelt élőlény, a génkezelt növényeket. Kezdjük talán azzal, hogy miért került be ez a génmódosítás a növények és a mezőgazdaságba, az állattenyésztésbe, mert régebben ugye gyógyászati célokra használták kimondottan. Igen, kezdetben baktériumokat manipuláltak ezzel a módszerrel, és akkor alakultak ki azok a módszerek, amelyek segítségével idegen fajból is lehet géneket beültetni. Ez egy teljesen új módszer ilyen szempontból, mert a nemesítéstől eltérően, ahol mindig csak a rokonfajok tulajdonságai épülnek be, itt teljesen más, teljesen vad ötletek születtek, és olyan meglepő eredmények, amelyeknek a segítségével bizonyos élelmiszereknek, de igazából azoknak a növényeknek és állatoknak a tulajdonságait változtatták meg, amelyeket mi élelmiszerként is használunk. És visszatérnek egy picit a gyógyászati kérdésre, hogy milyen esetekben alkalmazták, vagy egészen pontosan mire? Például a gyógyszergyártásban konkrétan biotechnológiai módszerekkel állítják elő ma már azokat a hormonkészítményeket, amelyeket például endokrinológiai betegségekben alkalmaznak, például a növekedési hormont és társait, vagy például olyan mindennapos gyógyszereket, mint az inzulin,
amelyeket kezdetben állati szervekből vontak ki, ma már nagy üzemekben géntechnológiai módszerrel állítják elő baktériumok. Ez volt a kezdet. És hát ha módszer adott volt, akkor megpróbálták sok mindenre felhasználni, és sikerült is tulajdonképpen ezzel a módszerrel növényeket és állatokat is, tehát gerinces állatokat is lehet manipulálni. Ugye a növények közül kezdetben a szóját, majd annak a mintájára különböző más haszonnövényeket, mint a repce vagy a paradicsom, esetleg a káposzta, ezeket próbálták úgy módosítani, hogy csak a kedvező, hogy bizonyos kedvező tulajdonságokat elérjenek. És ezeket nevezzük első generációs GMO-knak? Igen, azokat nevezzük, amelyeket a mezőgazdaság hasznosít, tehát amelyeket mi nem közvetlenül fogyasztunk el, hanem állatokkal feletetik, vagy az élelmiszeripar használja. És a második generációsok azok, amelyeket közvetlen emberi felhasználásra szánnak. Ilyenből sokkal kevesebb van, meg kell jegyeznünk. Mondjuk paradicsom az, amivel próbálkoztak, és a burgonya a másik, amivel jelen napjainkban is történnek a kísérletek, illetve a bevezetésnek a kísérlete történik. Ezek a második generációsok sokkal kevésbé terjedtek el, éppen a hát elég nagy ellenállás miatt, amely ezeket a génmódosított élelmiszereket övezi, akár csak a vegyszeres kezelés esetében, így a génmódosításnak is nagy tábora alakult ki, azok, tehát akik mellette, azok is, akik ellene vannak, nagyon sokan vannak a világban, és Európa is megosztott ilyen szempontból, ahogy a bevezetőben is hallottuk. Tehát az előnyökről nagyon sokat hallunk, és látjuk is a termékeken, hogy valóban. És akkor csak paradicsom és a burgonya esetében beszélünk génmódosításról, mert mi már ugye a köztudatban az él, hogyha látunk egy gyönyörű szép almát, amely méreteiben is nagyobb az átlagosnál, és fényében, színében is egy kicsit feltűnően szép, akkor arra esetleg hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy génkezelt gyümölcs lehet. Azt mondanám, hogy inkább a vegyszeres és a hormonkezelés, tehát az, hogy nagyra nő valami, nagyobbra, mint a szokványos, az nem elsősorban génmódosítás eredménye, hanem vegyszeres kezelés vagy hormonkezelés ez eredménye. Tehát a túl szép, a túl nagy, a túl tökéletes zöldség vagy gyümölcs, az ilyen szempontból lehet gyanús. A génmódosítás nem látszik. Nem látható. Sem a végtermékben, sem az ízben nem érződik. A génmódosítás csak laboratórium tudja kimutatni. Igazából itt ezért vagyunk védtelenek vele szemben. Tehát és nem ezért lehet felismerni? Nem lehet felismerni. És nem kell azt megjelölni? Semmilyen érzékszervünkkel nem lehet. Még a legfejlettebb ugye, módszerekkel sem. Az egyedüli esélyünk az, hogyha a gyártókat rá tudjuk venni, hogy jelöljék a csomagoláson. Akkor tudjuk felismerni, hogy génmódosított. Erre van szabályozás? Erre van szabály. A szabályozás az egész világon érvényes, és úgy szól, hogy a 0,9% fölötti GMO tartalmat kötelező jelölni. Lehet bármilyen mennyiséget, tehát úgy illene, hogyha akármilyen kevés módosított élelmiszer van egy összetett élelmiszerben, például egy hamburgerben, akkor azt hozzák a fogyasztó tudomására. Tulajdonképpen ez a mi fegyverünk, hogy tudni szeretnénk, hogy mit teszünk, és ehhez jogunk van. Ezt az információt elvárhatjuk, akkor is, hogyha egy olcsó, akkor is, hogyha egy drágább termékről van szó. És mivel hát az élelmiszerek azok alap dolgok, ezért még inkább tulajdonképpen egy emberi jog, hogy tudjuk, hogy mit fogyasztunk. Ez a jelenség természetesen csak azóta jelent problémát, mióta nem termeljük meg magunknak a saját élelmiszerünket, amióta üzletben vásároljuk, azóta nyilván ez egy elvárás, egy alapelvárás. A tapasztalat sajnos az, hogy nem jelölik. Még tehát akkor nem jelölik, sem, mert hogy éppen erre kérdeztem volna, Raj mondta, hogy tudják, arra kellene hogy rávenni benne a gyártókat, hogy feltüntessék a termékeken megjelölt. Hát az a tapasztalat, hogy például a szója esetében, hogyha a szóját, mint takarmányt árulják, akkor feltüntetik. De abban az esetben, hogyha a szója valamelyik félkész vagy kész élelmiszerbe kerül bele, akkor azt már nem szokták feltüntetni. És attól még ugye ott van. És a szójáról meg tudjuk, hogy nagyon gyakori összetevője élelmiszereinknek. Igen, hát nagyon sok élelmiszerbe
álladékjavítónak is belekerül. Nem egy egészségtelen táplálék egyébként, csak abból a szempontból kifogásolható ez a folyamat, hogy nem jelölik az élelmiszereken, mert így nincs lehetőségünk választani. Elhangzott az is, hogy igazából nem lehet tudni azt, hogy milyen hatása van ezeknek az élelmiszereknek az emberi szervezetre, a környezetre. Miért van ez? Egy előadásomban említettem ezt, és utána nagyon sok kérdést kaptam telefonon is és e-mailben is, hogy ez tudományosan elfogadhatatlan, hogy egy tudományos módszerről ne lehessen információhoz jutni. Hát magát a módszert ismerjük, és arról lehet információt szerezni. Arról nem születtek tudományos értékű eredmények, kutatások, illetve publikációk, hogy milyen hatása van, ha elfogyasztjuk ezeket a módosított élelmiszereket. És hát azt, hogy állítják elő, azt lehet tudni, a szabadalmat meg is lehet venni. Tehát az publikus, az nem tisztázott, hogy milyen hosszú távú hatása lesz annak, hogyha ezeket az élelmiszereket világméretben fogyasztja az emberiség. Erre vonatkozóan biztos, hogy készülnek kutatások, felmérések. Az igaz, hogy nem könnyű egyértelmű következtetést levonni belőlük, de az interneten is keres valaki ilyet, nagyon keveset talál. És ezért felmerült az a gyanú, hogy ezeket a kutatási eredményeket akarattal nem hozzák nyilvánosságra, mert félő, hogy valami olyasmi eredmények születtek, amelyek nem vetítenek túl jó fényt erre a módszerre. De hogy hányan tiltakoznak ellene, akkor miért nem kutatják azok a szervezetek, akik ezt mondjuk bebizonyíthatnák bizonyos kimutatásokkal? Valószínű, hogy a kutatások ára szab határt egyrészt ennek, ugyanis ezeket az eltéréseket csak molekuláris genetikai módszerekkel lehet kimutatni. Nagyon kevés akkreditált laboratórium is van, amely ezt tudná csinálni, és nagyon nehéz az olyan módosításokat megtalálni vagy kimutatni, amelyekről nincs bejelentett információ. Tehát tulajdonképpen tudt keresünk a szénakazalban. Az ismert génmódosított élelmiszereket, mint például a szója vagy a burgonya, ezeknek a módosított változatait lehet az élelmiszerekben keresni, kimutatni, és nyilván azt, aki nem jelöli, azt meg is lehet büntetni. De arról, hogy milyen hatásai lesznek, nem tudunk semmit. Igen. És akkor mit javasol nekünk, hogy mégis, hogyha szeretnénk elkerülni ezeket a termékeket, pont azért, mert nem ismerjük még, hogy milyen hatással vannak ránk, akkor hogy válogassunk az élelmiszerekből? Hát mindenképpen a csomagoláson lévő információt alaposan át kell tanulmányozni, mert más lehetőségünk ugye egyelőre nincs. Toxikus hatásoktól, tehát attól, hogy mérgező lenne egy ilyen élelmiszer, nem kell tartani, mert olyat nem enged meg magának semmilyen komolyabb gyártó, hogy ilyet hozzon forgalomba, és ezeket a gyártás során kiszűrik. Attól sem kell igazából tartanunk, hogy valami olyan betegséget terjesztenek, amelyek ellen nincs gyógyszer, bár megfogalmazottak olyan lehetőségek, hogy az antibiotikum rezisztencia, illetve az allergia, két olyan jelenség, amelynek a robbanásszerű elterjedése a világban egybeesik időben a génmódosított élelmiszerek elterjedésével, de konkrét bizonyíték ezek ellen sincs, csak spekulációk vannak. És tulajdonképpen ilyen populációs szinten jelent ez veszélyt. Nem egy adott ember esetében, hanem a társadalom egészére jelent veszélyt, hogyha egy olyan új vírus jelenik meg, mint amely ugye a nemrég is volt az influenza vírus esetében, ami egy módosult vírus, amely ellen nincs gyógyszer, vagy oltás, vagy egy olyan baktérium, amelyet nem tudunk kezelni, akkor ez egyből nyilván világméretű problémákat fog okozni. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és mindezeket elmondta.